Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Diós vagy mákos, mazsolával vagy anélkül, szinte mindegy, csak legyen, nincs karácsony beigli nélkül. A következő percekben bemutatjuk, hogy miként lehet ezt a népszerű édességet egyszerűen elkészíteni, ráadásul úgy, hogy garantáltan nem fog szétrepedni. Sőt, azoknak is van egy jó hírem, akik nem szeretnének a sütéssel bajlódni, ugyanis a Savőrben bárkinek elkészítik a beiglit. A cukrászdában december 16-áig várják a megrendeléseket. Előkészítettünk már 13 deka cukrot, 3 deka mézet és 2 g citromhéjat. Ezt feltesszük majd a tűzhelyre, annyi vízzel, amint a töltelék felvesz. Cukorszirup lesz belőle, akkor fogjuk hozzátenni a már megőrölt diót vagy a mákot. 36 deka lisztet, 14 deka vajjal. Összeállítjuk. A vaj akkor jó, hogy a szoba hőmérséklet ugyanúgy, ahogy a liszt. Csinálunk egy kis halmot. Belerakjuk a tojásunkat. Van kb. Egy dekányi élesztőnk. Belehelyezzük az élesztős tejet a tésztába. Ezzel gyorsan összegyúrjuk. És apránként egy egész jól eldolgozható tésztát kapunk. Közben elkészült cukorszirupot, aminek hát kicsit a víznél sűrűbb állaga van. Levesszük a tűzről, és belerakjuk a pirított, ezt hangsúlyozom, pirított őröldiónkat, mert sokkal jobb lesz a zamatal tölteléknek, hogyha a diót egy kicsit megpirítjuk. Csak párologtatás céljából visszateszem a tűzhelyre. Majd a dió is egy keveset magába fog szívni, és elpárolog a nedvesség, mert hogyha a töltelékünk nedves, akkor szétröped a beiglink, ez biztos. A 2 órát pihentetett, hűtőben pihentetett tésztát elővesszük, és ezt most szépen négyszöge alakúra kinyújtjuk. Töltelékből megfelelő mennyiséget ráhelyezünk a tésztára. Széleket bekenjük tojássárgájával. És ezután betesszük a hűtőbe pihenni, hogy rászáradjon a tojássárgája. Miután rászáradt a sárgája, lekenjük tojásfehérjével. És azért pihentetjük hűtőben a sárgájával, hogy ne kezdjen el kelni az a kevéske élesztő, amit a tésztába beleraktunk. És a tojásfehérjével már elkezdhet kelni, és akkor ettől lesz márványos, mert a tojássárgája szépen megreped.
Hurkapálcával, függőlegesen. Finom a lukokat. Bökünk a beigli tésztába, hogy a még keletkező gőz is ki tudjon jönni, mert különben megreped a beiglink. Jön 4-5 centire egymástól, hogy ahogy tetszik, kinek mennyire volt nedves a tésztája. És hogy tudjuk, hogy ebben milyen töltelék is van, néhány fél diót helyezünk rá, még esztétikusabb is legyen. És akkor ezután 220 fokon betesszük a sütőbe 15 percre, utána levesszük a hőmérsékletet 150-160 fokra légkeverésen, és akkor lesz a közepe is teljesen átsülve. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Társadalmunk legkisebb építőeleme a család. Nagyon sok múlik azon, hogy a mikroközösségek miként működnek, hiszen ez közvetett hatással van a nagyobb közösségekre. Éppen ezért az Egészségfejlesztési Iroda egy olyan előadás sorozatot indított el, amely a családi problémákra fókuszál. Legutóbbi eseményükön például a párkapcsolati félreértések kerültek górcső alá. Lassan 2 évtizede párokkal és családokkal dolgozom, és ennek a munkának néhány tapasztalatát hoztam el ide ma este. Miért értjük félre egymást egy beszélgetés során? Miért van az, hogy ugyanazt az élményt máshogy élik meg a nők és férfiak? Miért emlékszik egy eseményre a párunk teljesen másképpen, mint mi? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapott a közönség a Hímerházban. Kozma Vízkeleti Dániel párkapcsolati viták forrásait és kialakulások okait részletezte az est folyamán. Teljesen természetes jelenség, hogy kijövünk egy mozifilmről, akár a szó szoros, akár átvitt értelmében, és olyan, mintha valami teljesen különböző filmet láttunk volna. Neked tetszett, nekem nem, szerinted ez korán kezdődött, szerintem meg ez későn volt, és noha teljesen természetes, hogy a megélésünk, az emlékezetünk különbözik, mégis nagyon gyakran ez kapcsolati vitáknak, indulatoknak a gerjesztője lesz. Esetenként ilyen emlékező bajnokságokat rendezünk a párkapcsolatban, vagy körömszakadtáig ragaszkodunk ahhoz, hogy a mi igazságunk az egyetlen érvényes igazság. És hát kapcsolatban élve azt hiszem, mivel ez teljesen természetes jelenség, jó, ha felkészülünk rá, és természetesen az előadás végén összeszedjük azokat az eszközöket, amik rendelkezésünkre állnak, hogy valamelyest finomítsunk ezen. A félreértés teljesen természetes jelenség a párkapcsolatoknak. Az élmények különböző megélését a múlt, a tapasztalatok eltérése vagy a más ízlés is okozhatja. Az emlékek különbségének oka pedig, hogy agyunk a hiányzó információkat behelyettesíti. A probléma ott jelentkezik, hogy a saját valóságunknak hiszünk, és párunk valóságát gyakran hazugságnak vagy rosszindulatú félrevezetésnek érezzük. Kapcsolatban nagyon fontos, hogy úgy kapcsolódjunk egymáshoz, hogy közben megőrizzük saját magunkat, saját identitásunkat. Saját identitásunknak pedig része az, hogy nekünk van igazunk, hogy a mi világlátásunk a helyes, a mi emlékezetünk a pontos, és hát természetesen minél inkább személyiségünkből, korábbi kapcsolati történetünkből, ebből a kapcsolatból, meg a korábbi más kapcsolatainkban szerzett tapasztalatunkból fakadóan megvan a készségünk, hogy mennyire ragaszkodunk ehhez, mennyire fontos nekünk, hogy mindenáron nekünk legyen igazunk, vagy adott esetben szívesen alkalmazkodunk másokhoz, és akkor ezt képviseljük egymás ellenében. Ráadásul megvan a párkapcsolatnak egy olyan időszaka, amikor ennek természetesen szokott ez lenni. Ez általában a kapcsolat második és negyedik éve között szinte ez az életfeladatunk, hogy kialakítsuk a kapcsolaton belül saját identitásunkat. A problémák és viták feloldásához a nyílt egyenes kommunikáció a legcélra vezetőbb. Már ennek a mondatnak a létezésével nagyon sokan tisztában vannak, mégis a párkapcsolatban élők előbb kezdenek inkább bele egy kapcsolati játszmába és hozzá párosított hatalmi harcba, mint hogy megnyíljanak egymás előtt. Nincs oda fegyver. A nyílt direkt kommunikáció az, amire bíztatunk mindenkit, hogy például az elvárásainkat a kapcsolatban inkább előre a kérés nyelvén, mint sem utólag a számon kérés nyelvén fogalmazzuk meg, mert az utóbbi olyan, mint az aggodalom meg a hintaló, messzire nem jutunk vele.
A félreértések elsimításának kulcsa, hogy elengedjük azt a gondolatot, hogy csak akkor működünk jól, ha ugyanazt érezzük és ugyanazt gondoljuk, hisz az eltérések és annak megbeszélése is segíthet még jobban megismerni párunkat, megbocsátani az eltérő látásmódért és emlékért. Emellett a jobb megismerést segíti, ha a szerzett élményeinkről nyíltan, gazdagon beszélünk, és persze az elfogadás is velős szerepet kap a problémák áthidalásában. Annak az elfogadása, hogy a kapcsolat fontosabb, mint hogy mindig nekem legyen igazam. A kapcsolatunk fontosabb, mint hogy mindig minden pontosan úgy legyen, ahogy én szeretném. Azt hiszem, hogy ez a kapcsolati alkalmazkodás egyik kulcsmozzanata. Ma egy olyan kultúrában élünk, ahol a külvilág sokkal inkább bíztat bennünket arra, hogy állj ki magadért, valósítsd meg önmagad, jeleníts meg az értékeidet, arra nem bíztat a kultúránk, hogy alkalmazkodj a másikhoz, figyelj rá, vedd figyelembe az ő szükségleteit, már pedig a kapcsolathoz erre is legalább annyira szükség van. Az eltérő valóságok a párkapcsolatban előadás az Egészségfejlesztési Iroda program sorozatának második állomása volt. A széria célja, hogy előadásokon keresztül a családi és párkapcsolati problémákhoz és a változásokhoz nyújtson szakmai segítséget a közösségnek. Elképzelt jövőkép, a robotok gépi világa, a jövő romantikus reneszánsza. Mindezek jelentek meg a tanulók által készített sminkekben és hajviseletekben. Harmadik alkalommal hirdetett versenyt leendő sminkeseknek és fodrászoknak az Árpád szakközépiskola. Fodrász és kozmetikus tanulókkal telt meg az Árpád szakközépiskola aulája pénteken. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg az Árpád kupát, amelyre az ország több pontjáról érkeztek diákok. A modellek gyönyörű frizurákat és sminkeket kaptak, amelyek témája idén egy elképzelt jövőkép és a robotok világa volt. A robotikán belül egy ilyen fantázia, dimenzió és minden, ami... Ja. Hát az ember részét mutatja be az egyik oldal, a másik pedig a robot. És milyen érzés egy ilyen sminket viselni? Hát nagyon jó érzés. Fura egy kicsit, de nagyon jó érzés. Nagyon sokat készültünk rá, és már picit hozzá is szoktam ahhoz, hogy milyen ezt viselni. Ezek viselése azonban sokak számára egy kis nehézséggel is járt. Mozdulatlanul kell ülni, nem szabad beszélni, meg néha, hogyha hát bele sem szabad nyúlni igazából, és hogyha olyan dolgok vannak, hogy picit belefolyik a szemünkbe, vagy recseg a fogunk alatt a csillámpor, akkor sem szabad semmit lereagálni ebből. Az idei versenyen 32 kozmetikus és 51 leendő fodrász mérte összetudását. A modellek közt volt olyan, aki már nem először vett részt az Árpád kupán. Tavaly a barátnőme ugyanúgy eljött egy versenyre, ott harmadikak lettünk. Az ilyen és ehhez hasonló versenyeknek régi hagyománya van az iskolában, amelyeken a diákok mellett az intézmény valamennyi munkatársa is részt vesz. Ezt a versenyt, az Árpád kupát ezt harmadik alkalommal rendezzük meg idén, viszont a külföldi kapcsolatoknak köszönhetően van egy rendszeresen minden évben megrendezésre kerülő versenyünk, a Hairdresser Open. Itt az öt országból minden évben másik országba látogatnak el a tanulók. Idén például Érsekújváron voltak két héttel ezelőtt. Az intézményben egyébként a kreatív munkaközösség teljes mértékben részt vesz ezeken a különböző versenyeken, tehát nem csak a fodrászok és a kozmetikusok érintettek itt, hanem például a szabó szakmában dolgozó azok is, hiszen a ruhák egy részét ők biztosították. A kárpitos szakmában oktatók, illetve tanulók készítették az aulának a díszítését, de tulajdonképpen az összes kolléga részt vesz ezekben a munkákban, hiszen az előkészítésben, a lebonyolításban, illetve az utómunkálatokban az összes pedagógus, illetve a diákok nagy része is részt vesz. Ki kellene még emelnem egy olyan nagy versenyt, amit minden évben szintén megrendezésre kerül, szintén országos verseny, ez az ökodivat bemutató, ahol újrahasznosítható anyagokból állítanak, összekészítenek a diákok ruhákat, használati eszközöket, ékszereket. Van például kukafestési versenyünk is, illetve rajzpályázat is. Az általános iskolás kortól 12. évfolyamon még mindenki részt vehet benne. A versenyzők munkáját szakértő zsűri értékelte, akik több szempont alapján pontoztak. Először is azt kell tudni, hogy próbáltunk egy olyan versenykiírást csinálni a futurisztikus fantázia néven, amely megmozgatja a tanulókat, és mind élményben, mind látványban, és a saját fantáziákra hagyatkozva tudnak bemutatni dolgokat. Vannak klasszikus elemek, mint például ez a borbédi is, ezt is egy picit a modern reneszánsz világára próbáltuk kivetíteni, ennek megfelelően fog történni a zsűrizés. Tehát a klasszikus elemeket is tartalmaznia kell, egy picit a reneszánszból, de a jövőképet ilyen 2040
esetben 2050-re kiírásba, mi az, amit el tudnak képzelni. Ilyenkor ugye figyeli a zsűri ebben a számban kifejezetten az eszközhasználatot, az eszközfogásokat, illetve magát a stílust, ahogy dolgoznak. Általában nincs benne a zsűri ezeknél a számoknál, itt az egynél igen, a Borbély-díjnál, ugyanis nagyon kell figyelni, hogy hogy dolgoznak a tanulók, ez ugyanúgy beleszámít majd a pontozásba. A ruhában, a sminkben akár, ugye most már a jövőről beszélünk, tehát a fiúkat is sminkelik, ruhában, sminkben, frizurában egy olyan összhatást megint is kell mutatni, ami hordható és a kiírásnak is eleget tesz. A szakma legjobbjait a nap végén elismerő oklevéllel, valamint ajándékcsomagokkal díjazták. Több évvel ezelőtt indult prevenciós versenysorozat Fejér megyében Döntésünk a jövőnk címmel. A felelős szexuális magatartást középpontba helyező versenysorozat döntőjébe több sikeres forduló után jutottak el a fiatalok. Színes plakátok díszítik az autóbusz pályaudvar. Ennek a fontosságára, és ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy jelentőségű dolog, hogy ennyi embert el tudunk érni. A megye középiskoláiból több csapat is indult a plakátversenyen. A Dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium diákjai egy fénylő emberi és egy szürke robotkezet rajzoltak, érzékeltetve, melyik a lényegesebb. Meghallgattam ezt a témát, akkor így azon eszembe jutott ez a mai kor, hogy egyre halad, és igazából átveszi ezt a személyes érintésnek a helyét, és én úgy érzem, hogy ez egyszer el fog tűnni. És ezért azt próbáltam hát így érzékeltetni vele, hogy így igazából megfertőzi a személyes érintést. És igazából nekem ez jutott róla az eszembe. És hogyan lehetett mindezt egy plakátra vázolni? Igazából próbáltam úgy, hogy mintha így behálózná hát az emberi kezet. És igazából volt egy ilyen robotkézirata, és az ugye teljesen szürke volt, nagyon sötét, és az emberi kéz pedig fényt sugárzott kifelé, és így próbáltam érzékeltetni, hogy mi a fontosabb. A vetélkedő sorozat a Fejér megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a Humán Szolgáltató Intézet és Székesfehérvár önkormányzata együttműködésének eredménye. A Döntésünk a jövőnk első fordulójának a győztese a Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium, második helyezettje a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Szakgimnázium csapata, a harmadik helyet a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium diákjai nyerték el. A plakátok két héten keresztül tekinthetők meg a váróteremben. A megye 6 városának 9 középiskolájából érkeztek diákok a Petőfi Kultúrtanszékre, ahol a döntőn vehettek részt. Az idei vezető gondolata digitális bökés vagy személyes érintés volt. Fontos ez a személy érintés, és hogy nem mindent a telefonon keresztül és az ilyen internetes dolgokon keresztül csináljunk, hanem a személyi érintés is fontos. A versenyen a középiskolások nem csak tanulnak a szexualitásról, hanem át is tudják adni ismereteiket a társaiknak. Hát mint tudjuk azt, hogyha az embernek mondanak valamit, az egy dolog, de ha ő is csinálja, az már egészen más. És ha még elő is adja, tehát másokat tanít, akkor aztán biztos, hogy beleívódik. Tehát ezért ezt a módszert találtuk ki annak idején, hogy a diákok csinálva, tevőlegesen tegyék magáévá ezt a tudást. A vetélkedő döntőjébe több forduló után 20 csapat jutott be. Az online feladatok között fiziológiai, biológiai kérdésekre adhattak választ a fiatalok, majd plakátokat készíthettek az idei szlogen témájában. A döntőben verssel, jelenettel, filmmel mutathatták meg gondolataikat. Nekünk nagyon fontos az, hogy tényleg így a fiataloknak így fontos legyen úgy, mint nekünk az, hogy tényleg biztonságosan szexeljenek, meg ne kapjanak mindenféle bacit. Igen, igazából ezért. Filmmel készültetek a mai vetélkedőre, a döntőre. Egészen pontosan mi is a vezető témája, illetve hát gondolom, hogy a témája mi, de hogy akkor mi a vezető gondolata ennek a filmnek, és hogyan készült el? Hát mi egy ilyen talk show-szerűséget raktunk össze, van benne ilyen, a híradóval kezdődik az ere, és akkor utána ilyen kis talk show, tehát ilyen totál csajos az egész, és
hát beszélgetünk benne. Így ezekről a témákról, ami ugye volt alapjából a témája ennek az egésznek, így az idei versenynek, és hát azt így fejtegetjük ki benne. Az előadásokat három fős zsűri értékelte, amelynek egyik tagja idén először 8. osztályos diák volt. 149 látványos és hajmeresztő produkció. Ötödször rendezték meg Székesfehérváron az országos légtáncversenyt. Mutatjuk a részleteket. A Hajnal Mozgástér fiatal duója egy izgalmas és néhol lélegzetelállító produkciót mutatott be szombaton. A páros a kezdetek óta gyakorol együtt, ami csak tovább erősítette a köztük lévő baráti köteléket, immáron 3 éve. Először a Hajnit láttuk Székesfehérváron, a Majálison kint, és nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a sport. És amikor elmondtam ezt a barátnőmnek, ezért egyszerre kezdtük el az egész sportágat, és végül... Hát egyedül nem nagyon merünk színpadra állni, és végül ebből következett az, hogy duóban lépünk fel, és ez már, hát, megszokássá vált. Az ő párosuk előadása mondhatni nem volt páratlan, hiszen közel 150 hasonlóan lenyűgöző előadás várta a közönséget az Alba Régia sportcsarnokban, ahol ötödjére rendezték meg a Hajnal Mozgástér országos légtáncversenyét. A mi különlegességünk az leginkább az, amikor ezt elindítottuk, idén már 5. alkalom, úgyhogy 5 évvel ezelőtt, akkor az volt a cél, hogy minden korcsoport meg tudja magát mutatni, mert előtte volt már, hogy felnőttek ezt a műfajt képviselték, de az, hogy ennyire sokrétűen egész kicsi kortól, 6-tól 9 a legkisebb korcsoport, és felmenő rendszerben igazából profik, amatőrök, mindenki teret kap, ez szerintem a leginkább a különlegessége, és a másik a művészeti hozzáállásunk, hogy nem versenyistálót szeretnénk csinálni, hanem egy olyan fórumot Magyarországon, ami, mint látszik, hogy 2 napos lett idén ez a verseny, ami először történt meg a Magyarország történetében. Ez nagyon fontos volt, hogy az a híre, ami a pont ez a művészeti híre, azt gondolom, hogy emelte ilyen magasságokba. A 2 napos verseny hétvége alatt 3 szeren 5 korcsoportban bizonyíthattak a nagy érdeműnek és egymásnak a sportolók, hisz a már nemzetközivé váló esemény kimondatlan fő célja, hogy erős, egymást inspiráló közösséggé fejlessze az ország artistáit. Szerintem pont ez a fórum. Én ezért kezdtem el. Én nem vagyok egy versenyszellemű személyiség, és a tanítványaim miatt is nem elsősorban ezzel motiválom, hogy versenyező, hanem inkább az, hogy megmutassák, hogy mi van bennük, és ez, hogy Magyarországról mindenki eljön ide, ez pont ezt az értéket hivatott szolgálni, hogy láttatni azt, hogy hogyan fejlődnek a stúdiók, hogy inspirálják egymást. Természetesen az esemény a versenyszellemet is hivatott megőrizni. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy 4 szakértő bírált el a látott produkciókat. A zsűriben helyet kapott a többszörös magyar tornászbajnok Csisztu Zsuzsa, a nemzetközi légtornabíró Gábris Bacakó Judit, a világhírű artista Rippel Ferenc és az olimpiai bajnok Csollány Szilveszter, aki a tőle elvárt szigorral figyelte a produkciók minőségét. A legelső, amit mindenféleképpen megnézek, az, hogy milyen tartással hajtják végre a gyakorlatokat. Tehát nem biztos, hogy mindig az lesz a jobb, aki nehezebb elemeket hajt végre, hanem maga a kivitel, mennyire tiszta, mennyire hegyes a lábfeje, a térde mennyire van kinyújtva, és hogy mennyire van összhangban a zenével. A világhírű és többszörös Guinness-rekorder testvérpáros idősebb fele Rippel Ferenc is kritikus szemmel figyelte a mozdulatokat. Az elmúlt 30 évben artistaként úgy éltünk a testvéremmel, és élünk a mai napig, hogy nagyon odafigyelünk a részletességre, az összetettségre, az összehangoltságra, a produkció egységére, és én ezt keresem mindig. Most is azt nézem, hogy hol látom az egységet, hol látom benne a komplexitást, és hol látom benne azt a mögöttes tudást, amit
ami nagyon fontos, hiszen itt nem csak a tanulók, illetve a diákok mérkőznek meg egymással, hanem nagyjából az iskolák is. Látszik, hogy ki milyen stílusban tanul, kinek milyen az előképzettsége, illetve a kor nagyon sokat számít, hiszen egy 6-7-8 éves gyermektől nem várhatok még el annyit, mint egy 9-10 vagy akár 13 éves serdülőtől. De jönnek a felnőtt vagy az idősebb kategóriák, ahol viszont nagyon magasra kell, hogy tegyem a mércét, már csak abból a szempontból is, hogy művészként, artistaként hogy élem meg közönség szemmel azt, hogy milyen produkciót látok. A verseny rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert, hisz tavaly előválogatást kellett tartani, idén meg már kétnapossá kellett bővíteni a programfüzetet. Az ország szinte összes artista képző stúdiója képviseltette magát a rendezvényen. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra, és jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!